Egyre gyakrabban tűnik fel a trafipax a Sárospataki rendőrkapitányság területén is. A cél nem a büntetés kiszabása, hanem a sebesség határok betartatása, mondta Híradónknak a sajtóreferens. A leggyakrabban az átmenő forgalmat érintő útszakaszokon mérik a sebességet. A tapasztalat azt mutatja, hogy folyamatosan csökken a gyorshajtók száma. Azokat az autósokat, akik túllépték a sebességet, megállítják a rendőrök, és jegyzőkönyvet vesznek fel a sebesség túllépés helyszínén. A rendőrök szerint egyre kevesebben szágúldoznak, és egyre kevesebb a sebesség túllépésből bekövetkező közlekedési baleset is. A Sárospataki rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya továbbra is végzi a sebességmérést. Illetékességi területünkön, főleg a balesetveszélyes útszakaszokon végzünk ilyen ellenőrzéseket, ami főleg a 37-es számú főútvonal, illetve Sárospatakon átvezető nagyobb forgalmú útszakaszok mérése, valamint a hegyaljai és a bodroközi településekre is kiszoktunk járni, mérést végezni. A kollégák tapasztalatai szerint a méréseinknek már van visszatartó ereje, mert egyre több a szabályosan közlekedő gépjárművezető, és ez a baleseti számok csökkenésében is megmutatkozik. A trafipaxok mellett a héten másként is ellenőrizték az átmenő forgalmat. A TISZPOL műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a közúti forgalomban résztvevő magyar és külföldi tehergépjárművekre és autóbuszokra egyaránt kiterjedő akciót hajtottak végre. A KSH statisztikája szerint hagyományosan júliusban és augusztusban történik a legtöbb baleset hazánkban. Ilyenkor következik be a közúti balesetek közel 60%-a. A nyaraló szezon alatt a szokottnál is nagyobb a forgalom. A hőség miatt gyakoribbak az elektronikai meghibásodások is, ráadásul olyan autóvezetők is a volán mögé ülnek, akiknek nincs elég rutinjuk. A tehergépkocsi közlekedésének átlagot meghaladó biztonsági kockázata van, hiszen a méretüknél és tömegüknél fogva egyaránt legnagyobbnak számító járművekkel szemben a közúti közlekedés más résztvevői lényegesen védtelenebbek.